Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Nyersevő csatornámon. Ma egy elég kényes témával fogok foglalkozni. Tudom, hogy most egy darásfészekbe fogok belenyúlni, és ezért valószínűleg fogok kapni hideget-meleget a véleményemért, de úgy éreztem, hogy mivel már át is estem a Deltán tavaly novemberben, van is tapasztalatom a témával kapcsolatban, és úgy érzem, hogy a táplálkozásom is eléggé hatékony az immunrendszer erősítésére, ezért szerintem sok ember számára ez hasznos információ lesz, ami most el fog hangzani. És remélem, hogy sok embernek fogok tudni ezáltal segíteni. Na hát akkor vágjunk is bele. Magamról annyit, így előjáróban, hogy 38 éves vagyok, nyersevő, 100% nyersevő, és dióhéjban annyi, hogy körülbelül 3 évvel ezelőtt egy nagyon súlyos vérző bélbetegség vitt rá arra, hogy nyersevő legyek, hogy mentsem magam, akkor nagyon meg voltam érve, hogy meghalok, és szerencsére nagyon-nagyon sok táplálkozást kipróbálva, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy napi szinten véreztem, méghozzá befőttes üvegnyi vér jött ki belőlem, sikerült elállítani a vérzést, és meg tudtam magam gyógyítani, lekopogom a nyers táplálkozással, de ez nagyon-nagyon hosszú út volt, nagyon sok táplálkozást kipróbáltam, mire eljutottam oda, ahol tartok. Én úgy érzem, hogy jobb formában vagyok szó szerint, mint 20 évesen, acélos a testem, erős az immunrendszerem. Tudjátok, van az a mondás, hogy bort iszik, de vizet prédikál. Gyakorlatilag sokokban felmerült a kérdés, hogy miért vagyok félmeztelen. Az egészségről nem csak beszélni, hanem prezentálni is szeretném, különben nem lennék hiteles, ha nem tudnám prezentálni az egészséget. Semmit nem szedek, táplálékkiegészítőt sem, soha nem kokszoltam. Ez a természetes valóm, és nagyon-nagyon jól érzem magam a bőrömben, és szeretném, hogyha valakinek van akaratereje, és szeretne magán segíteni a testén, az immunrendszerén, hogy erős legyen, akkor ez a videó számára nagyon hasznos lesz az egészség útján. Fontos itt megjegyezni, hogy nem vagyok virológus, nem vagyok orvos, csak egy egyszerű hétköznapi ember, akinek valami összejött az életben, és szerintem ez sok ember számára hasznos lehet, de minden esetre ez a videó, ez a megelőzésről fog szólni, hogy erősítsd meg a testedet, az immunrendszeredet, hogy legyen erős, felkészült a vírusokkal szemben, és hogy sokáig véleményem szerint, de ez itt csak a privát véleményem, mindenki azt csinál a testével, amit akar, saját felelősségre, kizárólag. Én elmondom a tapasztalásaimat, hogy mire jöttem rá, szerintem nagyon fontos dologra jöttem rá a hosszú-hosszú évek kutatása alapján. Voltam vega, nyers vega, vega, paleos, ketós, mindenféle táplálkozást kipróbáltam, még nem kikötöttem a nyersvegyes táplálkozásnál. Ez jött be, és akkor bocsánat, hogy így egy kicsit olyan tudományosabb magyarázattal fogok szolgálni, de nagyon fontos, hogy megértsétek a mechanizmusát, hogy miért működik ez az egész az emberi test számára. Sokan ezzel nincsenek tisztában sajnos, hogy milyen erő van a nyers ételekben, méghozzá nem csak a zöldséggyümölcs, hanem az állati nyers ételekben is milyen erő, milyen energia, tápanyagtartalom van. Na most sokan nem tudják, de vissza szeretnék nyúlni egy könyvhöz, Dr. Edward Hoover kutató írta még körülbelül az 1900-as évek elején ez az enzimtáplálkozás könyvet. Ez nagy hatással volt rám ez a könyv. Ő fedezte fel 50 évnyi kutatás után, ezek tények, tehát ezek mindegyikről le fogom tenni a linkeket, könyvek címét, milyen kutatók, milyen cikkekre hivatkozok, mire alapozom ezt az egészet. Lesz több tudott cikk, könyv, stb. Tehát ezt az enzimtáplálkozás könyvet megírta Edward Hoover 50 évnyi kutatás után, és ő fedezte fel, hogy minden táplálékban, minden élő nyers táplálékban ott vannak az enzimek, a lebontó enzimek, amik segítenek az élelmet a szervezetet számára lebontani. Na már most, azt tudni kell, miért fontos ez, hogy enzim és élő étel?
Azért, mert hogyha nem volna az emberi szervezetben enzim, akkor csak egy biomassa, egy molekula lennénk, élettelen biomassa gyakorlatilag. Az enzimek miatt létezünk, élünk. És attól, hogy egy állatnak a húsa, a szövete meghal, attól még ez élő étel, ha megsütöd, megfőzöd ezeket a tápanyagokat, akkor viszont egy halott étel lesz. Azt tudni kell, megállapították kutatók, nem csak dr. Edward Howell kutató, hanem mások is, hogy ha 42 fok felé hevíted az élelmet, akkor az enzim elpusztul, akkor egy halott étel lesz belőle. 100 fok környékén, a tápanyag és a vitamintartalom 100 fok környékén, tehát főzéspontnál, körülbelül 40-50%-a elvész, illetve 200 fok környékén, ahol sütünk, ott pedig a vitamin és ásványanyag tartalom 70-80%-a elvész. Ez az átalakult molekula a főzés során egy halott ételt teremt, teljesen megváltozik, ahogy látjátok, például itt van a nyers hal, így néz ki a nyers hal. Képzeljétek oda, hogy milyen egy főtt vagy egy sült, teljesen a molekulája megváltozik. Na már most azt tudni kell, hogy a vadon élő állatok is, például csak egy egyszerű, banális példát mondjak nektek, a vadon élő állatok is például nyerset esznek, nyers táplálékot, semmelyik állat nem főzi meg, nem süti meg a táplálékát. És mi történik? A vadon élő állatok nem rákosak, nincs magas vérnyomásuk, nincs semmilyen civilizációs betegség, csak az ember sújtja, illetve a házi állatait, amiket gyakorlatilag ugyanazzal a fősült, illetve feldolgozott élelmiszerrel letett. Tehát itt van egy összefüggés, ezt dr. Edward Hoover is felfedezte egyébként, lásd, enzkimók hogy táplálkoztak, a törzsek hogy táplálkoztak, hogy gyakorlatilag esővizet, a víz is nagyon fontos, gyakorlatilag esővizet ittak, desztillált vizet én is azt fogyasztom, de nem menjünk bele így ennyire. Tehát az a lényeg, hogy ha megsütöd, megfőzöd, akkor átalakul a molekula, azzal a test nem nagyon tud mit kezdeni, és mérgez, folyamatosan szennyez, blokkolja a szervezetet. Az kihat az elmére, a testre, mióta én nyersen táplálkozom, vegyesen táplálkozom, megfelelő rostoránnyal, tehát a vegyes táplálkozást szimulálom nyersekkel, úgy, ahogy annak idején még a tűz felfedezés előtt az ősember tette, gyakorlatilag tökéletes az emésztésem, azt tudni kell, hogy nekem világéletemben rossz volt az emésztésem, heti kétszer-háromszor volt csak székletem, nagyon rendszertelen, fájt, puffadt alsam, a családban vastag bélrákja volt nagyapámnak, ilyen 40-50 éves kor környékén kijött, kivették a belét, tehát elég nagy riadalom, illetve genetikai hajlom is volt ebbe az egészbe, de ezzel a nyers táplálkozással ezzel úgy helyre tudtam hozni a szervezetemet, hogy teljesen meggyógyultam és nagyon erős lettem, acélos az immunrendszerem, és szó szerint vibrál a testem, tehát érezni, hogy tud gyógyulni a test. Na már most halott ételt eszel, akkor ez szennyez, ez a tudom, hogy egy kicsit ilyen hihetetlen, meg sci-finek hangzik, meg új információnak hangzik, de ez valóban így van, ha az ember ezt kipróbálja, akkor ez tényleg így történik az emberi szervezet számára. És a fősült, csak egy példát még, hogy mondjak, étkezési leukocitózis, olvassatok utána. Ha eszel fősült ételt, azért érzed azt, hogy kajakóma, fáradt vagy. Mert amikor eszel, akkor enzimeket kell előállítani a szervezetednek, saját enzimeket, hogy a halott ételt, amiben már nincs enzim, ugye, azt le tudja bontani a szervezet, fehérje számod a véredbe felemelkedik, ezek tudományos tények, az orvosok, kutatók ezt bebizonyították, felmegy a fehérvérsejt száma a véredbe, egy támadásnak érzékeli a szervezet, kialakul egy kajakóma, aluszékonyság, fáradt vagy, 2-3 órát, míg meg nem emészted az ételt. Na most azért nagyon fontos az, hogy az enzimeidet, tehát és ha enzimdús táplálékot eszel, akkor gyakorlatilag az enzim a segít lebontani az élelmiszert, nincs kajakóma, tele vagy energiával, ez azért is nagyon fontos, mert nem tudom, tudtátok-e, hogy az energiánknak a 40-50%-át az emésztés viszi el. Na most a nyerseken gyakorlatilag nagyon könnyed az emésztés, könnyű a megemésztés, könnyű a székelés, nagyon jó bélbaktériumok keletkeznek, nem tudom, tudtátok-e, mindegyikről leteszem a cikkeket nektek a videó alá, hogy például a második immunrendszerünk a vastagbélben lakozik, gyakorlatilag ha nyerseket eszel, akkor a jófajta bélbaktériumok szaporodnak el benned, és ez kihat az immunrendszeredre. Megállapították a Covid-dal kapcsolatban is, hogyha jó a bélbaktériumod, jó az emésztésed, ez csak élő ételen tud előjönni egyébként, halottan hiába fogod sütni, főzni, bárhogy variálatod,
Nagyon sok táplálkozást kipróbáltam, akkor is véreztem, nem tudtam meggyógyulni, csak a nyersek segítettek, viszont azok segítenek. Tehát gyakorlatilag, ha jó az immunrendszered, akkor gyakorlatilag a bélbe kezdődik el az egész, akkor gyakorlatilag megspórolod ezt az emésztési energiát, amit a szervezet gyógyulásra tud felhasználni. Méghozzá, nem tudom, megfigyeltétek-e, hogyha a kórházba is valaki bekerül, akkor, és ne adj Isten, szerencséje van és ki tud kerülni a kórházból, akkor nagyon lefogy, 10-20-30 kilókat is fogynak, mire kijönnek, ha kijönnek. Ez azért van, mert gyakorlatilag a beteg ember, a beteg állat is nem szeret enni bőjtől, vízbőjtől. Csak egy hátránya van ennek, megspórolja ugye az emésztési energiát, ez pedig segít az öngyógyulásba, hogy legyőzze a Covidot, mert a Covid ellen nagyon sok energia kell, hogy életben maradj, hogy le tud győzni az erős vírust. Én nem tagadom a vírust, hogy van, de kell egy kis segítség a szervezetnek, hogy ezt le tudja könnyen győzni. És a nyerseken, főleg ha trenírozod a testedet, tehát nem, most nem arról van itt szó, hogy elkezd el nyerselni Covid alatt, és akkor 100%-on meg fog gyógyulni minden, de nagy segítség lehet, majd elmondom, hogy milyen táplálékok főleg a nyerseken belül is, de nagy segítség lesz számodra, de ezt egy életvitelszerűen kell folytatni. Meg tudod spórolni ezt az emésztési energiát, és akkor a testet gyakorlatilag táplálod ugyanúgy, beviszed a zsírt, a fehérjét, a vitaminokat, ásványanyagokat, nem fogsz le, mert sok embernek tartaléka sincs, hogy legyőzze a Covidot, annyira lefogy, hogy gyakorlatilag éhenhal, meghal, legyengül, stb. És akkor gyakorlatilag ezt az energiát megspórolja a szervezet, és le tudja győzni a vírust. Nem csak öngyógyításra jó, hanem gyakorlatilag a vírus ellen is öngyógyulnunk kell. Nem tudom, hogy tudtátok el, de ez tényleg így van, hogy a test az öngyógyító szervezet. A gyógyszerekkel az orvosok azok csak a tüneteket tudják hatástalanítani, úgymond a gyökeret, a problémát, azt nem tudják megszüntetni, a bajt, az okozóját. És ezt életvitelszerűen végzitek ezt a táplálkozási módot, akkor gyakorlatilag felerősíted a szervezetedet, ha nyersen eszel, ha főleg a 100% és 100% nyersen eszek, akkor gyakorlatilag beállítod az optimális testsúlyodat is, beállítja a nyerseken a szervezet, pont az optimális, nem is leszel túl vékony, nem is leszel túl vastag. Nyilván a nyers vegad, vagy nem eszel állati termékeket, akkor nagyon elfogysz, az is egy ilyen tévút, úgymond, sajnos nem ajánlom senkinek se. Nincsenek benne azok az ásványanyagok, vitaminok, amik kellenek az ember számára. Az ősember se banánon, meg mandarinon élt. Gyakorlatilag nyilván evett gyümölcsöt is, főleg ezen az égtájon, de hát azért nyilván az állatira nagy szükség volt, hogy életben maradjon, hát csak józan parasztészsel kell ebbe belegondolni. És még egy dolog, amit dr. Edward Howell az enzimtáplálkozásban felfedezett, hogy meg más kutatók is, hogy gyakorlatilag ahogy öregszik az ember, úgy fogynak a testében az enzimek. Most ha radikálisan az öreg embereknél észrevették, hogy sokkal kevesebb van, mint egy 20 évesben, mint egy 60 évesben, és gyakorlatilag úgy jön ki, ahogy fogy az enzim a szervezetedből, úgy, mert ez véges, úgy fogy el az életenergiád, úgy leszel egyre betegebb, és úgy halsz meg gyakorlatilag. Egy dolgot kell, egy aranyszabályt megérteni, hogy ha nyerset eszel, akkor tartalékoskodsz, takarékoskodni tudsz az enzimeiddel, mivel nem használod fel a saját enzimeidet, emésztési enzimeidet, így tovább tudsz, képes vagy tovább élni, és egészséges is leszel. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, sokan ezzel nincsenek tisztában, keresik a kiutat reménytelenül, és igazándiból én tudom, hogy ezért fogok hideget, meleget kapni, de nem bánom, mert szeretném, hogyha ezt a kritikus tömeget, átütném ezt az inger küszöböt, hogy eljussak az emberekhez, hogy tudjak segíteni, már aki hagyja nyilvánvalóan. És akkor most térjünk is rá a Covid tapasztalatra. Én átestem a Covidon méghozzá a Deltán tavaly novemberben. Meg is kaptam a kormányunktól a védettségi igazolványt, nem kaptam oltást, nem szedtem semmilyen gyógyszert, gyakorlatilag az egész betegség alatt. Annyit kell előjáróban tudni, hogy én gyerekkoromban nagyon beteges voltam. Tehát azt úgy képzeljétek el, hogy minden hónapban tüzős volt a mandulám. Kórházban is voltam többször a mandulámmal.
eléggé reménytelen, gyenge immunrendszerem volt, a bélflórámat teljesen az antibiotikum is úgymond kinyírta, és nagyon beteges voltam. Még nem ugye 3-4 évvel ezelőtt beütött a frak, volt ez a nagy bélvérzésem, annak idején még a Covid előtt voltunk, influenzát is elkaptam, eléggé le voltam gyengülve, gyakorlatilag 3 hétig rázas voltam, de szó szerint tehát 40 fokos láz egy hétig, utána a második héten 39, utána a harmadik héten 37, ott azt hittem, hogy már meg se bírok gyógyulni, köhögés, orrfolyás, stb. Torokfájás, minden volt, szedtem is gyógyszert, antibiotikumot, mindent, amit el lehet képzelni, tehát gyenge voltam. Még nem utána kísérleteztem, rátaláltam erre a táplálkozási módra, nagyon sok kutatás, próbálkozás, szenvedés, kínszenvedés volt, mire meggyógyítottam a bélbetegségemet. És lásd csodát, mikor elkaptam a delta vírust, az egész család elkapta, tehát azt tudni kell, hogy 3 pici gyerek van itthon, nagy családos vagyok, és gyakorlatilag nincs menekülése. Tehát kisgyerekes családban nincs menekülés a vírus ellen, mindenki elkapja. Tehát sokszor valamikor egymás után iszunk, nem tudjuk, hogy kinek melyik a poharra iszunk vizet. Sokszor, ahogy eteted a gyereket, szembe köhög, rád köhög, tehát nem tudsz menekülni a saját gyereked elől, nem is célszerű, erős immunrendszer, erős szervezetre van szükség, hogy ezt kibírja a szervezet. Oltás nélkül, gyógyszer nélkül én ezen simán túl voltam, és meglepődtem, hogy milyen erős ténylegesen az immunrendszerem. Én már akkor nyersen voltam, igaz, hogy körülbelül 3-4 hónapja, hogy körülbelül heti egyszer-kétszer ettem főttet, mert azért az embernek van egyfajta sóvárgása a főttsültek után. Én elkaptam a Covidot, körülbelül 2 napig volt ilyen 37-2-es hőemelkedésem, és egy napig fájt nagyon a fejem, és ennyivel volt egy kis torokkaparás, és picit folyt az orrom, körülbelül ennyi volt, de nagyon-nagyon nagy vírusterhelés volt, mert gyakorlatilag az összes gyerek 3 pici beteg volt, mondjuk ők rajtuk is 2-3 nap alatt átment, mondanom se kell, ők is nyerselnek, de csak részben kapnak nyerset, azért ők igazándiból a hagyományos főtt sült ételen vannak, de próbáljuk azért zöldséggel, gyümölcsel erősíteni az immunrendszerüket, magokkal, stb. A feleségemnél volt, ő is csak részben, mondjuk olyan 50-50%-ban nyers, de már az is sokat segített az immunrendszerén. Ő egy hétig volt beteg, 2 napig nyomta az ágyat, akkor azt mondtam neki, hogy csak nyersen legyen. Akkor utána ki is tudott kelni az ágyból, és gyakorlatilag még egy 3-4 napig rosszul volt. Annyi körülbelül 37-5-ös hőemelkedése volt, de aztán ő is meggyógyult, nem volt semmi különösebb probléma, ő is 38 éves. Gyakorlatilag, illetve íz- és szaglásvesztése neki volt 2-3 napra, nekem egy napra ment el a szaglásom, az ízlésem az el sem ment. Gyakorlatilag, és akkor most érnék itt rá, hogy milyen táplálékokat ajánlok nyersen. Méghozzá ugye az orvosoknak is megvan az igazságuk, és jó is, hogy egyébként próbálnak, tehát én nem vagyok vakcinás, gyógyszerellenes, tehát akinek kell segítség, beteg a szervezete, azon segíteni is kell, próbálni kell valamilyen módon segíteni, de nem tudom, tudtátok-e, hogy a nyers halban nagyon sok a D-vitamin, az orvosoknak ebben igazuk van, hogy a Covid ellen a D-vitamin az nagyon jó, a nyers tejben is nagyon sok a D-vitamin, a halban van a legtöbb egyébként, és a nyers tojásban is. Ez a 3 szuper étel, ami nagyon jó a szervezet számára, könnyen felszívódik, nem tudom, tudtátok-e, vagy hát gondolom, ha egy kicsit utána néztek, akkor tudhatjátok, hogy gyakorlatilag a japánoknál a legmagasabb, az egyik legmagasabb az átlag életkor, hát azért, mert nyers halat sushi tesznek, például, csak hogy mondjam, erősíti az immunrendszert, sok benne az omega-3, a szívinfarktus ellen véd, jófajta zsírok vannak benne. A nyers tejről nem tudom, tudtátok-e, régen volt az a mondás, ugye, hogy is van az, hogy a nyers tej az életerő egészség. Na hát ez körülbelül 100 évvel ezelőtt igaz volt, mi volt akkor? Hát pasztőrizálás előtt vagyunk gyakorlatilag, nem, és gyakorlatilag akkor nyersen itták a tejet. Tehát nem tudom, tudtátok-e, hogy aszmásokat gyógyítottak nyers tejjel, főleg nyers kecsketejjel.
Csak hát ugye bejött a pasztőrizálás, stb. És egy ilyen halott, romlott ételt kapunk, amivel már nem tud mit kezdeni a szervezet. Ugye más nem mondjak, mit nem mondjak, laktózérzékenység, például, hogy mondjak egy példát, a laktázenzim például benne van, minden nyers ételben benne van a lebontó enzim, a laktázenzim, ami a laktózt lebontja, és akkor így nem veszélyes a szervezetedre, nem okoz kárt, emésztési problémákat, és mindenféle autonóm betegségeket, amit a mai embert gyötri. Ugye érdemes azért nem tápol hormonokkal etetett állat, tejét, húsát, tojását enni, mert ez is ugye kihat a szervezetre, de ezt az előző videóimban már kifejtettem. Annyit tudni kell, hogy körülbelül ezekkel a táplálékokkal D-vitamint, ilyen 1000 nemzetközi egységet viszek be. Ez valóban fel is szívódik. Voltam nyers vega is, és mikor nem ettem állati termékeket, ezeket a termékeket nyersen, akkor meg is fogott a vírus. Gyengébb volt az immunrendszerem, de mióta ezt a háromfajta állati terméket is bevittem a táplálkozásomban nagyobb mennyiségben, azóta nagyon-nagyon acélos az immunrendszerem is. 140 g lazacot szoktam enni, vagy más hal is jó, gyakorlatilag 500 nemzetközi egység D-vitamin van benne, a nyers tejembe például 250 nemzetközi egység van, a 4 nyers tojásomban abban pedig 150 nemzetközi egység, így jön körülbelül össze ez a 900 ezer nemzetközi egység D-vitaminban, ami valóban fel is szívódik, mert nagyon sok tanulmány van, hogy a D-vitamin, amit beszedsz, csak egy részben szívódik fel. Részben meg kiürül, meg azért a kemikáliás előállított, mesterségesen előállított vitaminok, azok nem egyenértékűek azzal, amit a természet megteremtett, ami a táplálékban benne van. C-vitamin is nagyon fontos. Nyers, nyilván citromlevet szoktam desztillált vízzel inni, nagyon jó C-vitamin pótlás, körülbelül 300 mg-ot szoktam. A paprikában is van, nagyon sok a répában az A-vitamin, nagyon-nagyon sok minden. A zellergumóban is nagyon sok C-vitamin van, ezek mind hasznosulnak a szervezet számára, nem pisilet ki. Egyes tanulmányok szerint egyenesen vannak, persze lehetnek kivételek, a jobbfajta vitaminok, azok lehet, hogy hasznosabbak és felszívódnak, de van nagyon sok hamisítvány, ami egyenértékű a betegséggel, rákkeltő tud lenni, leteszem ezekről is a linkeket, a természetes táplálékokba bevitt vitaminok, amikbe rengeteg fajta, ezekben a nyers élelmiszerekben 10-20 fajta ásványanyag, vitamin van, úgy, ahogy a természet megteremtette, úgy tud hasznosulni komplex módon a szervezet számára. Benne vannak a lebontó enzimek, a nyersek, amik segítenek felszívni ezeket a vitaminokat, és nagyon hatásos. Ezt csak azért gondolom, hogy a vitamin az nem biztos, hogy elégséges COVID idején is hasznos, mert rengeteg olyan történetet hallani, ugye, hogy eszi az illető a D-vitamint, a C-vitamint, és mégis az intenzív osztályra kerül. Mégis esetleg, ne adj Isten, meghal. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez a módszer ez sokaknak tudna segíteni, de nem győzöm hangsúlyozni, nem vagyok orvos, nem vagyok virológus, egyszerű hétköznapi ember vagyok, aki a saját betegségét meggyógyította, és mellékesen felfedezte, hogy mi az igazi gyógyító erő a szervezetében, és erős is lett az immunrendszerem, és ezt szeretném átadni sok ember számára, hogyha legalább részben egy kicsit több nyerset ennének az emberek már, akkor nagyon sok energiát nyernének, és ezáltal erősödne az immunrendszerük, nem volna az a karakóma, erősebb, vidámabbak lennének az emberek, nem lennének ennyire depressziósak, és kihatna az immunrendszerükre is az enzimzós táplálkozás. Például, ha megnézitek, erről is leteszem a cikket, megfigyelitek, a kövér emberek eléggé veszélyeztetettek a Covid-ba. Hát ugye miért van ez? Mert őnekik a legrosszabb az emésztésük, felhalmozódott a sok salakanyag, a zsírpárnák, stb. Ők vannak főleg az intenzív osztályokon. Tehát nagyon fontos, hogy az ember előrelátó legyen, és olyan táplálkozást folytasson, amivel tudja erősíteni a testét, az immunrendszerét.
Ezért is kezdtem el ezt a videósorozatot, megnézhetitek majd a többi videóimat is, ahol láthatjátok, akit érdekel, ahol láthatjátok, hogy milyen fajta változatos táplálkozást mutatok be nyers alapon, és milyen jó az emberi szervezet számára. Igazándiból azért vagyok ilyen magabiztos, mert én érzem, ha hiszitek, ha nem, hülyének lehet nézni, de én érzem, hogy ha 100% nyersen vagyok, akkor szó szerint vibrál a testem, érzem a sejtjeimbe, hogy gyógyul, hogy nincs kajakóma, nincs fáradtság, hogy erős vagyok. És ezt szerettem volna megmutatni az embereknek, hogy ezzel a változatos táplálkozással, amit én magam sok könyvet olvastam, magam fejlesztettem ki, hogy milyen rostokat, mennyit érdemes enni, mert nagyon fontos itt is azért nem csak az, hogy nyers, hanem hogy jófajta arányú táplálék, tehát jófajta megfelelő mennyiségű rost legyen, megfelelő mix, kombináció legyen, amiben megfelelően tudjuk szimulálni a vegyes táplálkozást, a vegyes főcsült táplálkozást. És akkor lesz optimális az emésztés, és akkor be tud indulni az öngyógyítás. Érezni lehet, ez szó szerint érezni kell, hogy az ember gyógyul, de ez nem megy egyik napról a másikra, illetve óriási akaraterő kell ehhez. Illetve nagyon fontos, nyilván nem árulok el nagy titkot, ezeket az igazságokat, ugye mindenki tudja, hogy a táplálékunk az nagyon el van szennyezve, tehát nem mindegy, az is fontos, hogy ugye nyers vagy főtételt, sütételt eszel, meg az is nagyon fontos, hogy ugye jó alapanyagokat tegyél, te ne táppal, hormonnal etetett állatnak a húsát, tejét, tojását egyed, és akkor meg vannak persze biztonsági előírások, amiket te célszerű betartani, de igazándiból nekem ez bejött, mindenki saját felelősségére azt csinál, amit akar, én csak át szeretném adni a tudásomat az embereknek, hogy mit tehet az egészségért véleményem szerint, és akkor mindenki azt kezd ezzel, amit akar. Ugye nem árulok el nagy titkot, hogy azért van ennyi beteg ember, mert szennyezett nagyon a levegő, a víz, desztillált vizet iszok. Ha valaki akarja, akkor ezt a táplálkozást el akarja sajátítani, akkor a videó alatti leírásba felsorolom, hogy milyen eszközöket javaslok ennél a táplálkozásnál. És gyakorlatilag a táplálék minősége is, tehát a víz, a levegő és a táplálék minősége határozza meg azt, hogy illetve azt, hogy élő vagy halott ételt eszel, hogy meddig fogsz élni, illetve hogy mennyire leszel beteg az életedben. Hát akkor köszönöm a megtekintést, ha tetszett ez a videó, akkor like, ha nem, akkor dislike, kérek iratkozz fel, meg is oszthatjátok, szeretnék minél több emberhez eljutni, segíteni, és akkor találkozunk a következő videóba, ahol majd az egyik húsos vacsorám lesz. Tehát akkor minden jót mindenkinek, jó egészséget, sziasztok!